hogy látod ezt a lazulást, tehát hogy ugye a felhasználók mondjuk behozzák a magánéletüket, vagy sokkal jobban ezt a kicsit lazább életmódot, hogy ez mondjuk a munkáltatói oldalról, ugye te azt képviseled, hogy felkészíted az álláskeresőket ugye a sikeres interjúra, illetve az előléptetésre, meg a karrierváltásra, hogy hogy látod, hogy ez például milyen irányba viheti ezt az egészet, vagy hogy ez egészségesen mondjuk, hogy ellazul a platform idézőjelben? Pont, illetve oké. Én azt gondolom, hogy például, hogyha a Stories funkciót megnézzük, az nem feltétlenül az álláskeresőknek, inkább azoknak lesz hasznos, akik mondjuk aktív jelenlétet folytatnak a közösségi média oldalakon, személyes márkát építenek, előadást tartanak, van egy tudatos akár e-márka vagy márka kommunikációjuk saját magukkal kapcsolatban. Viszont az ellazulás az olyan szempontból jó lehet, hogy sokkal könnyebb tartalmat gyártani, és a tartalomgyártás mint olyan, azt ugye tudjuk, hogy a kereső optimalizálásra elég radikális hatással van, ami azt jelenti, hogy valaki egyáltalán nem gyárt tartalmat, akkor a social selling index gyengébb lesz, ami azt jelenti, hogy a keresési találatokban is ritkábban fog megjelenni, tehát mindenképpen kötelező szinte tartalmat gyártani. Az, hogyha az embernek könnyebb tartalmat gyártani, mert ugye már nem csak ilyen karót nyert tartalmat lehet megosztani, hanem egy picit emberközelibb, humánusabb, ahogy ti fogalmaztatok, akkor szerintem ez még könnyebbé teszi a felhasználók számára a helyzetet. Nekem egyébként személy szerint ezzel nincsen problémám. Nagyon remélem azt, hogy nem fog elmenni ilyen erős politizálás irányba a platform. Én például mai napig mindig megütközöm, azon nem szeretném megnevezni az egyik magyarországi LinkedIn-nel foglalkozó szakembernek a posztjain, aki politizál. Én nekem ez valahogy így nem fér meg a platformon, szerintem ennek ott nem lenne helye. Én azt gondolom, hogy ezt jó lenne, hogyha nem lenne, jó lenne, hogyha nem lenne itt se különböző ilyen híroldal jellegű folyam, hogy éppen hány ember halt meg, milyen baleset volt, milyen terrortámadás volt, tehát ezek a dolgok szerintem nem feltétlenül LinkedIn-re valók, viszont tök jó az, hogy vannak inspiratív szakmai tartalmak, amiket megosztanak emberek. Én mindig nagyon örülök annak, hogyha látok akár egy olyan képet, most nem feltétlenül egy idézetre gondolok, de mondjuk akár egy idézetes kép is, ahol valaki ezzel kapcsolatban megoszt egy személyes történetet, hogy megosztja azt, hogy milyen megélése volt, megosztja azt, hogy neki milyen konkrét sikersztória volt ezzel kapcsolatban. Szerintem ezek a személyes sztorik, személyes megélések azok, amik közelebb viszik egymáshoz egyébként a felhasználókat, így lehet kapcsolódni ténylegesen, és lehet ebből igazi emberi kapcsolatokat kiépíteni, mert végső soron én azt gondolom, hogy a LinkedIn-nek valamennyire küldetése az, hogy összehozzon embereket, ahogy ugye Attila fogalmazott, nem tudom, hogy ez a hivatalos mission statementnek a része, hogy produktívabbá tegye az embereket. Szerintem ebben benne van mindenképpen az aktív networknek az ápolása, kialakítása, és amikor valaki megoszt magából egy keveset, és tényleg azt mondhatni, kirakja a közösségi térbe, egy picit felvállalva a sebezhetőséget, azt szerintem nagyon szimpatikus tud lenni, főleg akkor, hogyha ezt egy professzionális módon teszi, és itt szeretném hangsúlyozni a professzionalizmust, mert szerintem nagyon fontos az, hogy a tartalmainkra igényesek legyünk, fontos az, hogy egyfajta tervezés ezeket megelőzze, és ne csak így hűbel a Balázs módjára valamit kitegyünk. Így összességében azt mondom, hogy szerint Anyad Ágnes, nem akarom elvenni a sót. Nem, csak hogy így mondtam, amit arra szeretnék kapcsolatban, amit mondtál, hogy profi tartalom, mert hogy az ügyfeleknél én is gyakran hallom, hogy talán azért nem mernek egyébként a LinkedIn-re ugye fölmenni, vagy magukra, hogy bármi mondani, hogy profi tartalom kell, és hogy akkor, ha adunk nekik támpontot, hogy mitől lesz egy tartalom profi egyébként, tehát mondjuk, ha te erre tudsz válaszolni, Gerdát, akkor azt sokat tud segíteni. Oké, szívesen. Hát én azt gondolom, hogy talán a nulladik kiinduló pontunk az az, hogy aki írja a tartalmat, az tudja, hogy mit szeretne vele kommunikálni, mert hogyha nem tudja, akkor általában a tartalom is olyan lesz. Én nagyon sok esetben látok rengeteg helyesírási hibát, igénytelen fogalmazást, hibás linket a posztban, amit csak egy pillanat leellenőrizni is lehet javítani, tehát hogy ez mondjuk azt gondolom, hogy a professzionalizmusnak egy alapja. Közben volt egy olyan kommentünk, hogy az üzleties és a karút nyert, az nem feltétlenül azonos, kb. Mint a laza sportos elegancia és elegancia. Én azt gondolom, hogy ez teljesen igaz, tehát, hogy az, hogyha valaki üzleti tartalmat posztol, az nem feltétlenül karót nyert, szerintem Elon Musk is tud üzleties kijelentéseket tenni Twitteren, és ő aztán abszolút nem egy karót nyert figura, úgyhogy ezzel teljesen egyetértek egyébként Péternek a kommentjével.